Sorozatban negyedszer bronzérem a hazai kézilabda bajnokságban, mellé pedig magyar kupa döntő második helyel, a kegben pedig negyed döntő. Ez az érdi női kézisek mérlege a lezárult szezonban. Kulcsemberekkel hosszabbított a klub, a keret együtt maradt, már is jön a mérleg a következő idény terve. Szabó Edina vezetőedzővel, jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt, üdvözlöm mindenkit! Edina, a szezon előtt ezt a teljesítményt láthatatlanban elfogadtad volna? Most úgy értem, hogy ezekben a most elmondott adatokban megfogalmazott teljesítményt. Igen, azt hiszem, hogy ez egy sikerlista, tehát ez főleg, hogy új csapatot építettünk, ez egy nagyon szép eredmény. De azért nem fogadtam volna el, mert az eredmény az nagyon fontos a végén, de az, hogy ami közben történik a szezon közben, meg ahogy ez az eredmény megszületik, azért az a lényeg, és az a legfontosabb, úgyhogy én azt fontosabbnak tartom szinte, mint a végét, hiszen az mindig annak az eredménye, az hogy hogyan dolgozik maga, a csapat. Ugye? Hát igen. Legalábbis én így gondolom. Na most ilyen szempontból akkor edzőként az volt az izgalmas, főként gondolom ebben a szezonban, hogy lehet összerakni és felépíteni ezt a csapatot, nem? Igen, hát sok új játékosunk volt, mindenféle, tehát érkeztek külföldiek, fiatalok, nagyon sokan izgultak a csapatért, hiszen volt nem csak egy olyan posztunk, ahol egészen fiatal játékos volt a második játékos, úgy mondjam. Tulajdonképpen majd az egész csapat így épült föl, sőt bal szélen azt gondolom, hogy csak fiatalunk volt. De hát ez egy bátor döntés volt, amit nagyon sok gondolkodás és munka előzött meg, tehát nem úgy a véletlenre bíztuk. És hát ez most úgy jól sikerült, jó embereket hoztunk, jól teljesítettek, mindenki szépen játszott a szerepét, amit tud, abba volt jó, úgyhogy azt gondolom az egész, erre mondtam neked, hogy nem cserélném el, hiszen ez egy ilyen csapatnak a felépítése, összerakása, az egész stábnak ez egy akkora kihívás és olyan nagy feladat, az emberi oldaláról annyi fontos pillanata van, hogy én ezt nagyon szerettem. Ez egy most ezt bátran ajánlod az edző kollégáknak, és most arra részről beszélek, hogy kísérletezni azzal, hogy fiatalokat hogy építeni be a csapatba, mert elég gyakran szoktunk a magyar, hát férfi és női kézilabdában egyaránt beszélgetni arról, hogy hol rekednek meg játék lehetőség hiány a fiatalok, és a légió, nem véletlenül a szövetség is megpróbált belenyúlni most légiós kérdésbe a jövőbe. Hát azt nagyon határozottan szeretném én kijelenteni, hogy én senkinek nem tanácsolnék semmit, tehát itt mindenkinek úgy kell csinálnia, hogy a saját elképzelései szerint. Nagyon későn jött a légiós kérdéssel kapcsolatban, későn jött a döntés, tehát én ezt nekünk, mint klubnak tehát ezt kezelhetetlen volt, hiszen egy profi klubban, nem májusban történnek a szerződéskötések. Tehát az emberi oldala, én nekem ez a külföldi magyar, tehát onnantól kezdve, hogy emberekkel dolgozva, ez nem létezik ez a kérdés. Mi egyébként szerettünk volna évközben, hiszen volt sérültünk, a nekából igazolni, a kölcsön kérni játékost, játék lehetőséget adva, akkor erre abszolút visszautasító választ kaptunk, amit én teljesen megértettem, hiszen azt gondoltam, hogy ott egy hosszú távú munka folyik. Meglepetés volt számomra, hogy aztán mégis voltak játékosok, akik elszerződtek profi klubokba. De van ebbe egy ilyen nagy, egy kicsit olyan összevisszaság, majd kialakul. Erre mondtam azt, hogy mindenkinek kell járni a saját útját, azon kívül, hogy például tehát nem egy évre terveztük ezt a csapatot, ezért is van, hogy azt mondtad, hogy a kulcsjátékosokkal hosszabbítottunk. Ezt nagyon jól mondtad, hiszen ez azt jelenti, hogy nálunk mindenki kulcsjátékos, mert mindenki hosszabbít. Igen, tehát ez, de ez így is van. Tehát ez egy bonyolult kérdés szerintem, most ez nem ennek a beszélgetésnek a tárgya, de hát azt mindenképpen mondom, tehát mi járjuk a saját útjunkat, ennek megfelelően dolgozunk. Lehet-e különbséget tenni, mi az értékesebb számodra? A sorozatban negyedik bajnoki bronz, az ugye hoz egy szintet a játékosok jönnek-mennek ellenére, vagy pedig ez a kupadöntő? Hát az a szezonban van, minden meccs, tehát itt minden meccs egy kihívás, ez a harmadik hely, nekem mindegyik harmadik hely az csodálatos élmény.
Az, hogy minden évet tudtunk egy kicsit előrelépni, az fontos, az szintén nagyon pozitív. Most ugye új rendszerbe bonyolódott le a bajnokság, nagyon készültünk az első pillanattól kezdve. Ugye a tapasztalat és az, hogy régóta dolgozunk együtt, az fontos szempont. Ilyenkor terveztük, készültünk, már ősz óta készültünk, hogy két meccsen fog eldőlni tulajdonképpen az, hogy tudunk-e éremért játszani. Ebben aztán volt olyan, amikor ugye az Európa kupában nagyon kicsi múlott, hogy kiestünk, de az egy nagy tapasztalat volt. Tehát úgy minden kis részlet vitt el addig, hogy végül is a debreceni mérkőzésen, amilyen megszereztük a bronzérmet, szerintem nagyon kevés csapat tudott volna ott győzelmet kiharcolni. Ezt tényleg így gondolom, hiszen olyan elképesztő és fantasztikus hangulat volt, amit még egyszer én szeretnék megköszönni mindenkinek, aki ott volt, hiszen szintén egy örök élmény, hogy tehát abban nagyon nehéz volt egy olyan csapatot kiküldeni, akinek tartása van. És ezt a lányok a szezon alatt fölhalmozták, ezt a tapasztalatot, tudták, mi vár rájuk. Úgyhogy hát ez így össze, minden összefügg, ez úgy... Hol lehet, hogy ez a kedvenc bronzérmed, bajnoki bronzérmed? Ezt én nem mondanám, én nekem csak kedvenc bronzérmei vannak, nem tudok ebbe kiemelni. Na most a klub szisztematikusan építkezik, és ugye különböző terveket, 3 éves terveket készít, és hogyha most így előre tekintünk a következő évekre, akkor mi a haditerv arra nézvést, hogy még tovább lépegessetek előre. Van egy csapat, az hatalmas erősítés, hogy együtt maradt, tehát jóval tapasztaltabb lesz. Van két, hát eléggé, hogy mondjam, kidekorált top klubunk, ahol hatalmas anyagi lehetőségek vannak, hogyan lehet hozzájuk közelíteni? Hát ez mindig általában a szezon elején szokott ez a kérdés fölmerülni, akkor mennek a találgatások, ki fogja most a Fradit megelőzni, meg tudja valaki szorítani a Győrt. A mi stratégiánknak azt mondom, nem ez a viszonyítási alapja. Most is készülünk nagyon sok mindenre a klubon belül. Szeretnénk mindig előrelépni, egyrészt a klub életet animálni, ott olyan a hangulatot kialakítani, ami előrelépés. Tehát, hogy márkát is építetek, klubot igen, is építetek. Igen, ez egy fontos szempont, tehát nem csak az eredmények fontosak, szeretnénk az utánpótlás szektort is egy kicsit megújítani. Most jött el az a pillanat, azt gondolom, hogy átalakítjuk, hogy olyan élsport utánpótlás legyen. Ez a kollégáknak egy nagy kihívás, de egy nagyon pozitív feladat. Tehát most ugye a vége a bajnokság, ez a tervezési időszak folyik. Olyan nagy dolgokra nem kell gondolni, de minden pillanatban ott törjük a fejünket, hogy hogyan tudjuk ezt a dolgot tovább építeni. Na most a nemzetközi szintéren tervezni, ahhoz az is kell persze, hogy az ember ismeri az ellenfeleket, igen. De ettől függetlenül egy hozzád hasonló edzőnek nyilván komoly ambíciói vannak, hogy mit kellene elérni, és meddig kéne jutni. Igen, hát ezt az iszítest sajnálom egy kicsit ebben az évben, de hát ami elmúlt, az már mindegy. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk az Európa kupában minél messzebb jutni. Az előző csapat ugye elődöntőig jutott, az egy nagyon komoly eredmény volt, hogy jövőre ugye az is teljesen átalakul, és akkor itt nem, hogy a tervekről, meg hogy mi fog változni, azt meg lehet azért említeni, hogy a szabályok módosításával. Azt gondolom, hogy aki előre gondolkodik, az előnyben lesz, tehát próbálunk ezen a kézilabda részén, ebbe próbálunk előre gondolkodni, már tavaly így igazoltunk, tehát Szabó Laura és Gulyás Vanda a Kisfaludi Enet mellett, ugye két nagyon fiatal, de nagyon tehetséges beálló. Azt gondolom, hogy ezzel a sok cserés játékkal az ő szerepük, mind a kettő jó védő, az megnőhet. Hát azért, tehát az Európa kupában is minden teljesen új lesz, a lebonyolítást szeretnénk mindenképpen, még most sem adtuk föl, bár lehet, hogy ez már kilátástalan, hogy esetleg BL-selejtezőt játszunk. Talán ez nem fog menni, pedig nagyon jó lett volna. Aztán, hogy ez a csoportbeosztásos lebonyolítás az Európa kupába, hát ez nagyon sorsolás fogja, nagyon jó csapatok lesznek, majd meglátjuk. De készülünk, cél az Európa kupában való szereplés. És végül az új kapitányról, Rasmussen mesterről, aki örült, hogy Montenegrót kaptuk az első kalapból, és neked vannak játékosaid. Apropó, szerinted hány játékosod lesz Rasmussennél ott?
Most amúgykor néztük, hogy nagyon sok volt, vagy éppen aktuális érdi játékos volt a legutóbbi válogatottban, úgyhogy ennek nagyon örültünk és büszkék voltunk rá, vagyunk. Hát szerintem sok játékosunk oda tud kerülni. Nem csak azok nyilvánvalóan, akik most is szerepeltek, de talán van esélye Fekete Bozsannának is, Klivinyi Kinga, Kisfaludi Janett és Januri Kinga mellett. És hát ugye ott van ugye Szabó Laura nagyon fiatal játékos, de én szerintem nagyon hamar ő is a válogatott közelébe kerülhet. Nehogy elfelejtsek valakit. Nekünk, tehát mondom, ez az új játék, ezek a szabálymódosításon azt lehet, hogy nem fog nagyon nagy változásokat hozni, de lehet, hogy igen is. Az a gyors játék, amit mi játszunk, meg amit szeretnénk játszani, abban a mi játékosaink jól érzik magukat, jól is védekeznek általában, úgyhogy szerintem van esélyük arra, ismerve Rasmussent, akinek nyilván a védekezés az fontos szempont lesz, hogy talán még több érdi játékosnak szerepet tud majd adni. Kíváncsian várom, azt szeretném elmondani, hogy mindenben segíteni fogjuk a munkáját, hiszen nagyon jó lenne, hogy ha a magyar válogatott valami komoly eredményt tudna elérni, és az olimpián ott lenne legalább legközelebb. Edina, köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó munkát a következő szezonhoz is. Köszönöm.